Lesz, amilyen lesz, kezdjük. Nos, hát sziasztok, és itt mindenkinek újra az Animalógia csatornán, és azért vagyunk itt most, kedves egybegyűltek, hogy nem. Szóval, ez a videó most azért készült, és próbálom gyorsan elmondani a lényeget, nem terveztem egy hosszú videót, és teljesen random, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit beszélek, és hogy beszélek, és teljesen ki vagyok, teljesen egyszerűen olyan ideggös van rajtam, hogy már mindjárt péntek, és ugye pénteken utazom, és péntek. A lényeg, hogy nem vagyok százas jelenleg, úgyhogy előre is elnézést kérek, hogy kicsit zavarodott lesz, amit mondok. Ugyebár azért gyűjtünk ma itt össze, mert nem sokára indulok Japánban, és szeretem volna nektek előtte egy videót készíteni, ugyanis hát elég sokáig nem lesz videó a csatornán, és szeretném, hogy lássátok, hogy miért nincsen videó a csatornán. Szóval most, meg hát ugye főleg azért is, mert nagyon sokan és nagyon sokat kérdeztetek a japán utammal kapcsolatban, mióta ugye megemlítettem nektek, hogy megyek oda, nagyon kíváncsiak vagytok, és mindenkinek nagyjából válaszoltam is, aki kérdezett, csak úgy gondoltam, hogy akkor, mivel a legutóbbi kérdésekre már nem annyira válaszoltam ezzel kapcsolatban, hogy mindenkinek elmondom egyszerre, és akkor nem kell mindenkinek külön kérdezgetnie. Hol is kezdjük? Szóval van nekem egy ilyen kis listám arról, hogy ti miket kérdezgettetek, mert mi az, amit szerettem volna most így nektek gyorsabban ledarálni, hogy mi is ez a japán utazás, honnan is jött ez, mi is ez, meddig tart, és hogy mivel hány méter. Szóval, ugye az egyik legfontosabb dolog, amit ugye rengetegen kérdeztetek, hogy lesz-e vlog videók lesznek-e Japánban, és igen, örömmel tudathatom veletek, hogy lesznek videók, sőt, elég sok, szóval hát én úgy terveztem, hogy minden nap minden kis momentumomat felveszem nektek, és akkor majd jól megvágom és jól felrakom, de nyilván nem aznap, tehát én ezt nyaralásnak, pihenésnek szánom, pihenésnek, szóval a napi több mint 20 000 lépés szám, nem hiszem, hogy pihenésnek fog számítani. Na de, szóval, lényegében ez ilyen nyaralásszerű dolog lenne, szóval nem igazán szeretnék akkor videózással, mármint vágással foglalkozni. Videózni szeretnék, nagyon is, de laptopot nem viszek, úgyhogy esélyem se lenne rá, hogy vágjak, mert hát azok órákat vesznek igénybe egyébként egy-egy videónál, hogy mire megvágja a jó ember. Szóval lesznek videók, de majd csak, hogyha visszajövök, és akkor térjünk is rá arra, hogy mennyi időre megyek. Most megyek május 19-én, és június 7-én jövök vissza, ami azt jelenti, hogy 20 kerek napról beszélgetünk, mínusz 2, ugye mivel egy nap nagyjából az utazás oda, meg egy nap vissza, úgyhogy összesen 18 napot fogok Japánban tölteni. Pontosan 2,5 hetet nagyjából. Amit még kérdeztetek egyébként, hogy mióta tervezem, hogy hoztam össze, mennyi ideig tartott, mire összehoztam, miből jött össze erre a pénz, vagy hogy is. Szóval elég régóta tervezem, közel mióta ismerem az animéket, és beletekintettem japán kulturális világába. Tehát egy jó kerekítsünk, szerintem egy olyan 10 éves intervallumról beszélünk, amióta nekem ez vágyálmom, hogy eljuthassak Japánba, és most végre úgy megvalósítom. Tehát igen, szóval kellett egy pár év, de végre itt vagyunk, és végre megvalósíthatom életem nagy álmát, és ennek hihetetlenül örülök, még ha ez így nem is látszik, mert belül sokkal jobban érzem ezt az érzést, tehát, hogy mint ahogy így kifele sugázom, néha én úgy gondolom. Úgy hoztam össze, hogy gondoltam egyet, és megkérdeztem a tesómat és a legjobb barátomat, hogy velem tartanának-e Japánban, mert egyedül mégse szerettem volna elmenni, főleg ugye lányként azért, főleg olyan messzire, szóval az úgy nem lett volna buli, meg hát azért párban mindig jobb. A pénzt rá egyértelműen, ugye ezt is szokták kérdezni, hogy a francba és hogy mennyibe kerül ez az egész, nagyon sokba fog kerülni, és 2,5 hétről beszélgetünk, tehát a szállás, az utazás, a napi ellátás, meg ugye a szuvenírek nyilván, szóval az elég sokat vesz, tehát úgy hát hogy is mondjam, elmondjam? Tehát előre láthatólag azért benne lesz egy 7-800 000-be, így szerintem, de hát nyilván majd meglátjuk, hogyha ott leszünk és ténylegesen már mindent kifizettünk, mert ugye árfolyam függő is ez az egész dolog. És ahogy összeszedtem rá a pénzt, ahogy általában az emberek nagy többsége szokta, mert nem mindenki szokta, szóval dolgozom,
és hát gyűjtögettem, hát félreraktam, ennyi. És ugye nyilván születésnapra, karácsonynapra, minden figyfirigyre pénzt kértem, nyilván, mert megmondtam mindenkinek, hogy nekem ez a nagy álmom, nem kell semmilyen ajándék, amit az ajándékra szánnának, azt adják oda nekem, még ha az 1000 forint is nem érdekel, én nekem ez az álmom, és ezt szeretném beteljesíteni, és ehhez kérem az ő segítségüket. Meg egyébként tudom ajánlani nektek a 100-as, 200-as, 50-es persejben bedobós módszer, mert egyébként elárulom nektek, hogy a repjegyre így gyűjtöttem össze a pénzt. Úgyhogy azt csak onnan kiszedtem, beváltottam, és már fizettem is ki a repjegyet. Jó, ez megvan. Mikor megyek, azt megbeszéltük, mennyi időre megyek, azt is elmondtam, kivel, ugye a bátyámmal megyek, illetve a legjobb fiú barátommal. Szóval lesz két srác velem, aki majd megvéd és cipeli a cuccokat, úgyhogy ez csak. Ők egyébként szintén nem voltak még Japánban, a haverom nagy utazó, a testvérem meg sehol nem járt még körülbelül. Ugyan ilyen vegyes társaság lesz, de szerintem nem lesz senkinek gondja vele, mindenki imádja a japán kultúrát, és szerintem majd ti is találkozhattok velük a videókban. És akkor gyorsan eldarálnám, hogy hova is megyünk pontosan, nem szeretnék nagyon részletekbe menően elárulni az úti tervünket. Egyébként nem utazási irodán keresztül megyünk, hanem saját magunk által megszervezett útra, tehát tényleg nem vettük senkinek az igénybe a segítségét, magunk megvettük a repjegyet, egyikünk ezt, másikunk azt csinálta, a testvérem az, aki lényegében leszervezte a szállásokat, illetve az úti tervet is mindenki összedobta, hogy hova szeretne menni, és ő az alapján összedobta nekünk, úgyhogy ez teljesen random utazás lesz, úgyhogy kíváncsi vagyok, mennyire fog bejönni, és egyébként elárulom, hogy ahogy így belegondoltam, hogy például a japán specialistánál olyan 400-500 ezer forint körül van egy egyhetes vagy 10 napos utazás, amiből 10 nap, tehát ugyanúgy 2 nap a repülőút, az 8 napot töltenek ott, és körülbelül annyiért majdnem, mint mi, szóval szerintem még elég jól állunk így. Na a lényeg, ahova megyünk, puskázok, mert tényleg még nem rögzült az úti terv, szóval vannak problémák a memóriával már így korrosan. Na, szóval, ahova megyünk, először is kezdünk ugye Tokióban, az első 3-4 napunkat ott fogjuk tölteni, majd átutazunk Oszakába egy éjszakai buszos járattal, az nagyon vicces lesz, majd teszünk egy félnapos kitérőt Hiroshimában utána, majd Hiroshimából megyünk egyből Kyotóba, aztán onnan Kanazawa, aztán Shirakawa-go, Shirakawa-gót egyébként, aki a Higurashi no Nakukoron itt látta, annak ismerős lehet a kis falucska, keresetek rá, az is ott játszódik egyébként, elárulom, és ezért is megyünk főleg oda, meg hát azért is, mert hát mindenki mondja, hogy kihagyhatatlan élmény, tényleg elég tradicionális az a kis falucska elég kicsike, szóval mindenképp, és akkor utána megyünk Takayamába, Toyamába, és végül vissza egy napot, illetve egy estét Tokióba. Úgyhogy eléggé, hát kicsit teszünk egy kis karikát, egy kis kört, és hát elég sok mindent meg fogunk nézni, én úgy gondolom. Jaj, és nem tudom, mit akartam én mondani, nagyon sok kérdés érkezett még, hogy mit veszek ott kint, hogy vegyek kimonót, hogy beszélek egy japán, vagy egyébként nem akarok kimonót venni, mert az igazi kimono az marha drága, a japánul nem beszélek, maximum tényleg ilyen alapszavakat, de aztán az egyik kérdés felelegné volt kérdés. Na mindegy, illetve hogy a Facebookon most a legutóbbi bejegyzésnél láthattátok, Oszakában Dobri Andorral is találkozom, egy magyar egyébként vloggerrel, aki Japánból vlogol nekünk, úgyhogy nézzétek meg a csatornáját, hogyha gondoljátok, nagyon szeretem a videóit, és így egyszer elkezdtünk beszélgetni, levelezni, nagyon sokat segített nekünk, és gondoltam, ha már úgyis Oszakában leszünk, ők ott élnek, akkor már mondom, megkérdezem, hogy nincs kedve összefutni, úgyhogy volt kedve, úgyhogy ott találkozunk. Ami egyébként nagy szívfájdalmam nekem ebbe az utazásban az egyedül az, hogy az a rohadt Ghibli Múzeum pont akkor tart felújítást, amikor Tokióban leszünk, de tényleg én... Számítottak ránk, szerintem számítottak arra, hogy megyünk, és szeretnék, ha mi nem látnánk minden, és hogy menjünk vissza megint, ugyanis tényleg, tehát ahogy mondom, a Ghibli Múzeum rohadjon meg már, bocsánat a kifejezésért, de tényleg. Szóval abban az egy hétben, amikor az első 4 napunkat töltjük Tokióban, felújítást tart. Felújítás. És utána az utolsó napunk, ugye gondolhatnátok, hogy az utolsó napunkat is Tokióban töltjük, de az egy keddi nap. És a Retkes Múzeum keddenként nincs nyitva. Úgyhogy a halálosan szomorú vagyok.
Szóval lesznek képek, videók és ajándékokat is tervezek nektek hozni, valamiféle dolgot, majd ott kint valamit találok, akkor mindenképp hozok nektek, és sorsolunk ki nyereményjátékkal valamilyen kis apróságokat, vagy snackeket, vagy nem tudom, mert amit találok, meglátjuk. És ha már képekről van szó, mindenképpen menjetek el az Animológia Facebook oldalára, és iratkozzatok fel, és lájkoljátok, és jelöljétek be a megjelenítés elsőként részt. Ugyanis, hogyha videó nem is lesz a YouTube-on, de a Facebookon igyekszem majd friss tartalmakat naponta, vagy két naponta, tehát igyekszem legalább két naponta bejelentkezni, hogy éppen merre járunk, mi történik, vagy mi van itt. Szóval érdemes az Animológia Facebook oldalát követni, mert így tudtok engem is Japánban követni. Na és akkor ennyit szerettem volna mondani, azt hiszem, tényleg nagyon random, és már így is sokkal többet beszéltem szerintem, mint amennyit akartam, mert hogyha elkezdek valamit mondani, akkor csak egy blablabla, hogyha olyan a téma legalábbis, és egyébként ez a baj ezekkel a random videókkal, hogy most is beszél, és pofázok, és nem bírom abba hagyni, szóval, na. Ennyit szerettem volna a lényegében, hogyha van olyan, ami még érdekelne titeket az utazásommal kapcsolatban, vagy bármi mással kapcsolatban, akkor dobjátok le a komment szekcióba kérdésként, vagy írjatok nekem Facebookon üzenetet, vagy e-mailt írjatok, az a videó leírásában megtalálhatjátok az Animológia e-mail címén, és bárhova várom a kérdéseiteket, vagy bármi más, nyugodtan írjatok nekem bármivel kapcsolatban, akár Instagramon is, mert egyébként Sacimológia néven ott is megtaláltok, csak ez nem hivatalos, teljes mértékben nem hivatalos Animológia Instagram oldal, de azért csak úgy megosztom veletek, hát ha oda is kerül föl valami, bár eddig nem sok minden van. Szóval írjatok, keresetek, kérdezzetek, mindenre válaszolni fogom, ígérem, vagyis hát megpróbálom, nem ígérem, de megpróbálok mindent megtenni, úgyhogy kérdezzetek, hogyha valamit kihagytam. Megköszönöm, hogyha végignéztétek ezt a videót, ezt a borzalmas videót, amitől már kicsit melegem van. Ezek a lámpák borzalmasak, és egyébként is meleg van. Iszadok. És bevörösödik ilyenkor a fejem. Na jó. Most már tényleg befejeztem, mert tényleg nagyon hosszú lett. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, hogy le ne maradjatok, hiszen már lassan 5000-en vagyunk. Ez is fantasztikus, és hát majd Japánba iszok rá egy szakét. Szóval, én elköszönök. Akkor, hogy is, sziasztok! Irány Japán! Mi?